helyi tehetségek is megmutathatták tudásukat a kapospulai szüreti mulatságon. A településen már több évtizedes hagyomány, hogy szeptember második hétvégén tartják meg az év egyik legnagyobb helyi rendezvényét, ahol zenés és néptáncos fellépők szórakoztatják az érdeklődőket. Az 50-es évek elejétől ez minden évben Kapospulában megrendezésre kerül, tehát ennek igazából már egy nagyon nagy hagyománya van. Általában szeptember második hétvégén egy kis fölvonulással, ami sajnos már, mivel elfogytak a lovak, egyre kisebb, és utána egy kis burival, kis főzéssel, zenével, szórakozással. Az idei falunap különlegesnek számított. A végéhez közeledik ugyanis a kapospulai polgármesteri hivatal felújítása, és lassan hasonló munkálatok kezdődnek a művelődési házon is. Ezeket a fejlesztéseket a terület és településfejlesztési operatív program forrásaiból valósítják meg. Az önkormányzati hivatal felújítására erre nyertünk igazából 39 millió forintot, mondom, ez befejezés előtt van, aztán nyertünk a művelődési ház felújítására 92 millió forintot, aminél most kezdődik majd a közbeszerzés, és hát reméljük, hogy a télen el tud indulni. A terület és településfejlesztési operatív program céljai közé tartozik a települések élhetőbbé tétele és infrastruktúrális fejlesztése. A két épület felújítására összesen 131 millió forintot nyert Kapospula terület és településfejlesztési operatív program pályázatain.